az elmúlt napokban az országos sajtót is bejárta, amit mi itt minden nap látunk és tapasztalunk, hogy az orvoshiány Nógrád megyét érinti a legérzékenyebben, és ki lehet mondani, hogy a leghátrányosabban. Ez azt jelenti, hogy Nógrád megyében ma már valamennyi orvosi képesítés hiányszakmának minősül. Ha a rossz tendenciák folytatódnak, Kelet-Nógrádban, az alapellátásban 7 éven belül a körzetek 50%-a űrülhet ki, mondta Huszár Máté Salgótarján alpolgármestere, Molnár Gyula MSZP-s elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján november 21-én. A pártvezető kifejtette, hogy a KSH statisztika szerint 63 ezer orvos van regisztrálva ma Magyarországon, de ténylegesen csak 35.800 praktikus. Ebből is kikövetkeztethető, hogy milyen sokan vannak ma már külföldön. Ezt a rendszer szintű problémát egy új gondolkodással kell megoldani, és minimum 6%-ot kell a GDP-ből az egészségügyre fordítani. Egy következő kormánynak, amely komolyan gondolja az alapellátást, amely komolyan gondolja azt, hogy ezzel a minimum ellátást mindenkinek biztosítania kell, akkor egyértelműen azt gondolom, hogy egy ilyen körzetben, ilyen körzetekben, mint ami Nógrád megyében is van, többletforrásokat kell biztosítani, többlet lehetőséget, akár lakást, akár pedig azt mondjuk, hogy autót, vagy olyan lehetőséget, amelyik a mozgását egy házi orvosnak lehetővé teszi. Olyan béremelést kell megvalósítani, amelyik a szakalkalmazottak, a szakápolók bérét gyorsabban zárkóztatja fel, de az orvosok jövedelmét is növeli, és az a vállalásunk, az a mondásunk, hogy egy 25%-kal intenzívebb béremeléssel, de 4 év alatt meg kell duplázni az egészségügyben dolgozók bérét. Molnár Gyula szerint ilyen távol a döntéstől felelős szereplő még nem volt, tehát fontos, hogy ismét legyen egészségügyi minisztérium Magyarországon. A tájékoztató másik témája a bérkülönbségekről szólt. A legfrissebb KSH adatai szerint, ami október elején jelent meg, jól látszik, hogy Nógrád megyében 150 ezer forint alatt van az átlagjövedelem, ehhez képest Budapesten ez 100 ezer forinttal magasabb körülbelül, és Nyugat-Magyarországon pedig 70-80 ezer forint környékén van az az összeg, amivel magasabb átlagjövedelmet visznek haza az ott dolgozók. Tehát béremelés ide vagy oda, egy dolog látszik, hogy ez a helyzet konzerválódott, és megmaradtak azok a területi, jövedelmi és társadalmi különbségek, ami ellen viszont egy baloldali politikának, illetve egy baloldali pártnak harcolnia kell. Molnár Gyula szerint az egykulcsos adó gyakorlatilag becsapás, a legalsó rétegektől igazságtalanul sokat veszel. És gyakorlatilag az látszik, hogy az alsó rétegben körülbelül 30 ezer forintos jövedelem növekedés volt tapasztalható az elmúlt években, a tetején pedig 500 ezer forintnál is több. Gyakorlatilag az alsó rétegeket, ha nézzük az elmúlt 6-7 évet az inflációhoz képest, akkor nem, hogy növekedett van a jövedelmük, hanem csökkent. Tehát szeretnénk mindenkinek elmondani, hogy az egykulcsos adó becsapás. Tanultunk a hibáinkból, sőt a mások hibáiból is. A korábbi kormányzásunk rossz irányban haladt, vezekeltünk eleget, már tudjuk, hogyan kell másképp csinálni, hangsúlyozta az MSZP elnöke a sajtótájékoztatót követő lakossági fórumon. A pártvezető többek között beszélt arról, hogy az MSZP rendezni az egészségügyi béreket, ingyen gyógyszert adna a 65 év felettieknek, érzékenyebb nőpolitikát gyakorolna, visszaállítaná 18 éves korig tartó tankötelezettséget, nyugdíjplafont vezetne be, társadalmi szolidaritást hozna létre az adórendszerben, a bérunit pedig országon belül szorgalmazná. Véleménye szerint Magyarország elszalasztott közel 8 évet, amelyben nem volt válság, se háború, de voltak uniós pénzek, amelyeket kövekbe raktunk. Ezek voltak a főbb témák a lakossági fórumon, melynek végén a begyűjtött és írásban feltett kérdésekre válaszolt a pártelnök.